Sziasztok, Blackman vagyok, és itt a Warcraft Reforged 28. része. Az előző részben ugye, hát Grom felett teljesen így eluralkodott a tű, ugye hívott a Daemon vérrel telerakott forrásból, Menoroth vérével, és hát most igazából Menoroth irányítja őt, nem tudja a saját magát irányítani, mert olyan mondjuk az, hogy tükkezelési problémái vannak. Ez a legmegfelelőbb szó rá, vagyis inkább fogalom. Na és akkor nézzük, hogy most mi lesz. Ugyanakkor, most ugyanabban a pillanatban, Stone Talon Peak bázisa környékén. Most lesz az, hogy meg kell állítani a Gromot, azt hiszem. Már támadnak, ez még el se kezdődött a pálya. Ezt már támadnak. War Chief, we scouted the peak as you ordered. The humans have entrenched their fortifications all the way up to the summit. What are they up to? If they're looking to pick a fight, they've had ample opportunities before this. Ishnealo Bora, young war chief. Ishnealo Cairn, what are you doing here? Our debt to you orcs can only be repaid with blood. We've come to help you reach the Oracle. However, those metal-clad pinkskins look like trouble. Pinkskins. Those pinkskins are called humans. They are our enemies from across the sea. They seem intent on keeping us from the peak. The Oracle's wisdom belongs to all. Perhaps the wyverns that live nearby can be of use to us. They have no love for hostile intruders. Arról beszélt ugye a felderítő, hogy felderített a bázisra, hogy kérte Thrall, és ugye mondta Cairn, hogy azért jött ide, hogy segítsen Thrallnak elérni a orákulumot. Ez még vicces, hogy úgy hívta Cairn őket, hogy pinkskins, azaz rózsaszín bőrűek. Még így sem hallottam nevezni egy embert igazából. Már volt Mora, meg nem is tudom, Little Boy, minden, az az embereknek mindenféle gúj nevet lehet nevezni. Hát Thrall is úgy nevezte ugye, hogy szebben néznek ki a disznó emberek, mint az emberek, hát nem. Na és akkor azt mondta Cairn, hogy a közelben vannak a Wyvernek, akik nem nagyon szerették a hivatlan vendégeket, tehát az embereket most, és szerintem segíteni fognak nekünk ezáltal. És akkor mi a követésünk? Ja, hát már írja, hogy Blue részletesen leírja küldetésre legalább, amit szerintem sima Warcraftban nem írta így ilyen részletesen, hogy Blue, talán csak annyit, hogy Human Bases, de nem tudom, hogy hogyan írta régebbi Warcraftban. És akkor el kell pusztítanom, megint két nagy embersereg van. Na jó, és nekünk is szerelkezzünk fel. Nekem jöttek itt a... Volt itt pár ilyen Lizard, ugye azok a nagy dinók. És itt találtam ezt a megmérgezett forrást. És azt mondta Thrall, hogy meg kell ölnöm a Kentaur vezért, és van nálva milyen gyógyszer, vagy nem tudom mi, mert hogyha ebbe berakunk, akkor így gondolom, ilyen életforrás lesz. Közben... nem tudom, hogy a tovonokat megnézt. Az anyján. Jönnek itt nekem. Hogy Tau, vagy mi az, Cairnnek még nem mondtam a képességét, hogy ugye egy
Tauren Chieftain. Képessége ugye van ez a shockwave, ezzel egy ilyen sávba tud sebezni minden egyes ellenfelet. Ez a War Stomp-pal körötte lévőket így bekávítja 3 másodpercig. Ez az Endurance Aura, mivel mozgás. Ez a olyan, mint az Unholy Aura DK-nak. Csak ez ugye attack speedet ad. Azt hiszem az az attack rate, nem? Vagy attack damage. Mindegy, az olyan, hogy a sebesség a támadásra ad. És mozgást ad még pluszba. Az ultia meg ugye, hogy ha egyszer megölik, akkor vissza tud léledni igazából. Nem tudom, hogy mikor kaptam meg Trollnak a 6. szintet. Yes. Oh. The harpies have enslaved the wyverns. Be warned, old fool. Stone Talon Peak is ours. Neither these brutes nor the humans will leave this place alive. Attack my sisters. A harpiák elfogták a wyverneket, és mondta, hogy Stone Talon Mountain, vagy Speak. Peak az övéké, és nem lehet se az embereké, se az orké. Támadnak is a nővérek. Többen értem intézni. Le kell raknom egy healing guardot. Amíg gyógyulok, addig megnézem a... Tauren totem. Sokkal szebben néz ki mondjuk. Nem olyan nagy vastag. Jól néz ki ez a totem is. Spirit Watch. Még épületet szerintem már megnéztem. Még néz ki a felfejlett Fortress is. Csak közben fejlesztést kell. Yes. És akkor talán erre vannak a... Dabu. Jó. Killborok. Erre mondjuk nem nagyon kell állat dobni. Nem fognak ezek elmenekülni. Yes. Lehet itt venni Protection-t, az mondjuk jó, hogyha van. Jéjjné. Ez meg jól jöhet. Mikor régebbi animáció az szebb volt a problémnél, jobb is lehetett volna. Yes. Mit dobtak nekem? Egy Hearthstone. Dabu. Egyik néző mondta, hogy a Hearthstone az nem csak egyszerű aktiválás, hanem így passzívba ad HP regenerációt. Egy HP-t másodpercenként. Yes. Nem sok, de az is valami legalább. For honor. Ezt is legalább jó tudni. Yes. Még több Killbor. Ezt kapjuk. Azt mondjuk egy élünk totemet. Hát ez gyorsan leüsztették a élünk totemet. Razzle main chieftain. Ez ki a vezető. Ez a gizé. Ebben a disznókból nincsen nő. Ez inkább csatom egy másik sereget, amit védi a bázist. Ne kelljen állandóan visszarohangálnom. Kaptam egy Perry of Top Vitality-t. Nem rossz. Nézzük, hogy erre mik vannak. Ó, itt van a fák. Yes, Chieftain!
Ezeket szépen letettem a földre. Nem lesz keményen nyomják nekem. Végig Scroll of Protection. Dabu. Miért amúgy a mágus használják a cedőben? Miért amúgy papírok van minden, de... Blood ride! Quickly, my warriors! The wyverns must be freed! Akkor majd ilyen... Itt, és közben támadtak is. Na, már kérd neki még az állóból. There. These proud beasts will now aid us in reaching the summit. És ki vannak szavaitva? Vivernek. Speak, chieftain. Nézzük, hogy néznek ki. Ú, de belesz. A faszas is sakja van. Are there enemies above? Ez a legalább itt felderíthetjük a környéket, ugye, hogy... Már maximum van a... Az upkeep-em. Onward and upward! Let's fly! Hol van? Szerintem ott lesz a Kento úrkán. Nem is kell ide, legalább már Far Sight amúgy. For honor. Csak ez a Pendant of Mana. Dabu. Precisely. Hát ez mondjuk jó, ott kérnek is. None will survive. Nézzük ezekbe hát, ha van valami. Your time has come. Potion of Mana. For honor. A Mana Poti. És úgy látszik ennyi. És akkor nézzük meg ezeket a kentaurokat. De van itt is, mi van? Itt lehet venni olyan izét. De most nem fog venni. Ez ebben a kuckóban nincsen semmi. Jó, tudom, tudom. Az, hogy elmenjük oda a kék bázishoz, ugye az éppen neked kell vennem majd. De a szürkéhez nem kezdett elém, úgyhogy... Leszedik a plugins. Dabu. Ja, még ez is. És most már Glyph of Purification. Nem tudom kiejteni. Szerintem akkor már be is támadom a... Szürkét legalább. Ilyen kevesebb gondom legyen. Sőt, az épületek el is lehet használni. Jó, hát ezek nem vagy átgyárzatlan. Let's go.
Csak pár erősítést azért. Ugye kifejezhetem a Tauren épületbe egy olyat a Taurenek, hogy 25%-ig arra, hogy ilyen területi támadást majd végre. Ez van egy repülővárra. Képesek voltak átlagasztani. És miután beraktam azt a cuccot, utána egy életforrásra alakult. Na, hogy bennem kell tudja zöpelni neked. Másképpen átjutni másik helyre. Well done. Jó, teletankolom. Ó, nem is kell, csak ennyi. Azt tudom, hogy több kell. De akkor... Na, vágjunk neki. Csak már valami védelmet, mert nagy mint ide jön nekem a trip madarakkal. Nagy véget ért a... Kifejt az aranybánya. Még van kettő. De szerintem ez a sereggel talán le tudom verni a kéket. Nagyon sokkal. Mondjuk ez volt az, amit megközelítem. Jó lesz. És már jönnek is. Erőseket tud ütni, meg minden. Semmi hátrány nincsen szükséged. Imádom a Bloodlust-ot. Mondjuk honnan tudja jártani amúgy az eszterényeket? Hát nincs is itt olyan goblin mercenary vagy mi. Cheaterek. Az emberek nem képesek egy mód gyártani a szöppelneket, szóval csak csíkelnek. Gyorsan leverem ezeket. Milyen basszus. Tök jó, hogy attack speed is van még. Támadás. Erősítő is minden van, itt amit kell. Azt mondtam, hogy kell, hogyha eltűnik, akkor szerintem az utcai eltűnnek ugyanúgy, mint Jaina-nak talán. Egyel sem élem. Tehát, hogy kéne cserélnem valamit vele. Hát már mindegy igazából. Ott is van Jane. Warchief. That's the young sorceress Girlscream told me about. It appears that she seeks the Oracle as well. Be wary, young one. That cave is the perfect spot for an ambush. Don't worry, Cairn. I was raised by the humans. I know their tricks and stratagems. There's no way that I'll let them stop me from reaching the Oracle.
Azt mondta, hogy ő Jaina, ugye, akiről beszélt Grom, valószínűleg ők is most ők is keresik azt az orákulumot, hogy szerintem ugyanúgy Medivhről beszélnek, még mindig, és követi az embereket ugye most Troll Kernel, hogy megnézzük, hogy mit fognak csinálni, vagy ismerj stratégiájukat. Úgyhogy ennyi igazából. Na, jó kis pálya volt ez. És azt hiszem következőleg lesz az, hogy közösségével kell levernünk Gromot, ha jól emlékszem. Úgyhogy innen fogom folytatni a következő részben. Aki tetszett a videó, az nyomj egy lájkot, iratkozzon fel, és találkozunk a következő részben. Addig is sziasztok!